Egész nap dolgoztak a munkások a szekszárdi Csokonai utcában a járdák akadálymentesítésén. Nem csak itt építenek kislejtésű rámpákat az autóutak és a járdák találkozásaihoz. A város 17 helyszínén 37 hasonló projekt kezdődik el hamarosan, így akadálymentes járdákat kap az Arany, a Béri Balog, a Csokonai, a Dózsa-György, a Holub, a Kölcsei, az Ybl Miklós és a Veselény utca, valamint a Várkhoz is. A beruházásokra a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyert 10 millió forintot az önkormányzat. Néhány hónappal ezelőtt tartottunk mind a 10 választó közvetlen szabadtéri fogadóórát, és ott is visszatérő kérés és probléma felvetés volt, hogy ezek a kereszteződések nehezen kezelhetők a nehezebben mozgók számára. Hát a fogadóórákon elhangzottakat is figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy az idejében folytatjuk ezt a programot. A belvárosban elkezdett, majd a külvárosi részekben folytatódó fejlesztés sorozatnak köszönhetően nem csak a kerekesszéket használók számára lesznek komfortosabbak Szekszárd utcái, hanem a babakocsit, tolók és a biciklisek is könnyebben tudnak majd közlekedni a városban. Szekszárdon egyébként korábban, 2017-ben már több hasonló fejlesztést elvégeztek, amiket a visszajelzések szerint kifejezetten kedvelnek a helyiek. Akkor 50 helyszínen összesen 50 ilyen megoldást találtunk, 50 ilyen rámpát építettünk ki. Most ezt a munkát folytatjuk tulajdonképpen. A járdák akadálymentesítése mellett a járdafelújítási program is folytatódik. Erre idén 20 millió forintot költ el a szekszárdi önkormányzat.